A pedagógusokéhoz és a katonákéhoz hasonló életpályamodellt ígért a kormány a szociális területen dolgozóknak, csak hogy a béremelést nem tartalmazza a jövő évi költségvetés tervezete. Hívtuk a szociális államtitkárt, aki nem jött el hozzánk. Ameddig a kormány nem látja világosan, hogy a következő 10 esztendőben Magyarországon a szociális szolgáltatásokat a magyar állam milyen rendszerben, milyen rendben, milyen struktúrában fogja biztosítani, ehhez hány munkavállalóra van szükség, addig ez a béremelés várat magára. Nagyon egyszerű az oka, amíg nem látjuk világosan a kereteket, nem tudjuk pontosan megmondani, hogy a következő 10 évben hány, hol, hány intézményre, milyen típusú intézményre lesz szükség. Addig nem tudjuk megcsinálni a bérrendezést, nem tudjuk megcsinálni az egyébként jogos béremelést. A kormány tehát azt mondja, hogy a leendő szociális struktúrához kell igazítani az életpályamodellt is. Ez egy logikus magyarázatnak tűnik, önök azonban nem tudják ezt elfogadni, de miért? Ez egyik magyarázat a sok közül, hiszen ugyanazon a héten, hétfőn Rétvári Bence államtitkár a parlamentben azt mondta, hogy a gazdaság teljesítő képességéhez fogják majd az mi életpályánkat becsatolni. Tehát magyarul, hogyha lesz pénz a gazdaságban, és a gazdaság úgy teljesít, akkor majd lesz béremelés az ágazatban. Erre jött utána három nappal később Lázár János miniszter nyilatkozata, amely egy strukturális átalakításról beszélt. Tehát, hogy igazából most már nagyon sok indoklást kaptunk arra vonatkozóan, hogy miért nincsen az ágazatban bérrendezés, miért nincsen az ágazatban életpályamodell, de azokat a kollégákat, akik 2008 óta nem kaptak béremelést a területen, és 2014-ben egy minimális ágazati pótlékot választások előtt bevezetett számára a kormány, amit a mai napig biztosít, hát ez nem vigasztalja, meg kell, hogy mondjunk, és ugye a mi dolgunk az, hogy a kollégák jelzését képviseljük, és a kollégáknak a problémáit egészen a parlamentig, ha szükséges, felcsatornázzuk a döntéshozatal felé.